Összeférhetetlenségi indítvány, csütörtökön tárgyalják a pécsi képviselő ügyét. Sztrájk vagy megegyezés, nincs már mit engednie a pedagógusoknak. Jó, de nem kiváló, zamatosak az idei borok. Közös munka a sportért, 14 sportszövetséggel kötött együttműködési megállapodást a VTE-TTK. Szerda esti híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Csütörtökön kerül a pécsi közgyűlés elé Fodor Ibolya összeférhetetlenségi ügye. Az indítványt az MSZP-s Gulyás Emil nyújtotta be. Szerinte a közbizalom elvesztésére alkalmas a képviselőnő viselkedése, ezért vissza kell venni a mandátumát. A Városi Jogi és Ügyrendi Bizottságában erről megoszlanak a vélemények, vélhetően a várható bírósági procedúra miatt. Üres Fodor Ibolya széke a pécsi közgyűlés december 10-i ülésén. A sikkasztásért korábban elítélt önkormányzati képviselő kilépését a Fidesz-KDNP frakcióból előző nap fogadták el. Tegnap este tartott frakcióülést a Fidesz-KDNP frakció. Akkor született ez a döntés, hogy a Fodor Ibolya által benyújtott lemondási, illetve frakcióból kilépési kezdeményezését elfogadja, támogatja, maga is kezdeményezte volna. Illetve felkérte Fodor Ibolyát, hogy ne csak a frakcióból lépjen ki, hanem adja vissza képviselői megbízatását, mandátumát, hiszen így kívánja a tisztesség és a becsület. Az MSZP szerint jogi lehetőség van arra, hogy elvegyék a képviselői megbízatást. Aki olyan magatartást tanúsít, ami alkalmas a közbizalom megingatására, azzal szemben összeférhetetlenségi eljárást lehet kezdeményezni. Ha Fodor Ibolya nem mond rá, ebben az esetben mi kezdeményezni fogjuk, illetve meg fogjuk kérni a többi politikai erőt is, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Gulyás Emil január 14-én nyújtott be összeférhetetlenségi eljárás indítványt Fodor Ibolya ügyében. Szerinte a be nem vallott korábbi bűncselekmény, a kormány ellenes tüntetők hazaárulózása a közösségi oldalon, egy közalkalmazott megfenyegetése politikai véleménye miatt, illetve egy újságíró lemajmozása kimeríti a közbizalom megingatását. A Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága kedden zárt ülésen tárgyalta az indítványt. Megoszlottak a vélemények nyilván a városvezetőpárt és az ellenzék között. Tehát nem vagyunk egy állásponton, de ez most nem személyeskedés volt itt, hanem a jog értelmezése, vagy a törvény egyes kifejezéseinek az értelmezésében oszlottak meg a vélemények. Ha az indítvány alapján visszavennék Fodor Ibolya mandátumát, akkor a képviselőnő bírósághoz fordulhatna. Az pedig a jogi testület megítélésén múlik, hogy valóban a közbizalom megingatására elégséges volt-e Fodor Ibolya viselkedése. Ha nem, akkor továbbra is maradhatna önkormányzati képviselő. Az összeférhetetlenség indítványt csütörtökön, szintén zárt ülésen tárgyalja a pécsi közgyűlés. El tudja-e érni a Fidesz frakció, hogy Fodor Ibolya visszaadja a mandátumát, erre a kérdésre várja a választ a Demokratikus Koalíció. A párt pécsi önkormányzati képviselője szerdán azt mondta, Fodor Ibolya alkalmatlan a képviselőségre, el kell távolítani, mert a város rossz hírét kelti. Kunst Márta hozzátette, jogilag nehéz a helyzet, mivel a lemondatáshoz szükséges 4 jogi pontból egyikben sem szerepel Fodor Ibolya esete. Például nem ítélték börtönbüntetésre, és köztartozása sincs. A DK a Fidesz frakciótól várja a mielőbbi megoldást. Úgy gondolom, hogyha egy frakció felkért valakit képviselőnek, akkor kell, hogy legyen annyi eszköz a kezében, hogy el tudja érni, hogy méltatlanság esetén visszahívja, tehát ez nem is a mi ügyünk ilyen értelemben, hanem a Fidesz frakciónak az ügye, aki indította Fodor Ibolyát képviselőnek, úgyhogy nekik kell mindenképpen ezt a nyomásgyakorlást megtenniük. A dohánytermékek jövedéki adójából 287,9 milliárd forint folyt be tavaly a költségvetésbe, derül ki Tálai Andrásnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárának az országgyűlés honlapján megjelent írásbeli válaszából az MTI közlése szerint. Az államtitkár Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nevében válaszolt Demeter Márta szocialista országgyűlési képviselőnek.
A válaszban közölt táblázatból kiderül, hogy a dohánytermékek jövedéki adójából 2012-ben 344,7 milliárd forint, 2013-ban pedig 311,6 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek. A kormány eredeti célja kifejezetten arról szólt, hogy a dohányzást visszaszorítsa Magyarországon. A nem dohányzók védelmében hozott intézkedésnek köszönhetően több mint 200 ezer ember hagyta abba a dohányzást, amelyet a cigarettafogyasztással kapcsolatos statisztikák és a WHO elismerése is igazol, olvasható a válaszban. Többször is visszatért a raktárba fémet lopni az a férfi, akit tegnap kerítettek kézre a rendőrök. A hatóságot 2015. január 27-én 10 óra 11 perckor egy férfi értesítette, hogy látott távozni a Nagyberki úton lévő üzemen kívüli raktárból egy kerékpárost fémlemezekkel. A kiérkező rendőrök a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt, akit az uránvárosi rendőrösre állítottak elő. A férfi részletes, beismerő vallomástételekor elmondta, hogy elfogása előtt nem sokkal a nyitott raktárhelyiségbe bement, majd onnan építési fémhulladékot, valamint egy régi játékgépből pénztároló kazettát tulajdonított el. A 25 éves tolvaj korábbi lopását is beismerte, ellene lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. Sztrájkba lépnek a tanárok, ha nem tudnak megegyezni a szakállamtitkársággal, mondja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője. Jövő héten szakértői csoportok megbeszélésével folytatják az egyeztetést. Nagy Erzsébet azt mondja, nem tudnak mit engedni a követeléseikből, így ha a következő hónap nem hoz eredményt, akkor sztrájkolni fognak tavasszal. Ragaszkodunk ezekhez a pontokhoz, mert ha például csak abból indulunk ki, hogy a nem pedagógusok 2008 óta nem kaptak béremelést, és már nagyon sokan közülük a minimálbérem vagy a középfokú a garantált bérminimumán vannak, hát ez döbbenetes, tehát gyakorlatilag arra hozzák fel most már folyamatosan évek óta az illetményüket, és az ő esetükben, ha azt mondjuk, hogy 50% az soknak tűnik, de a valóságban olyan alacsony bérekről van szó, hogy ez azért nem egy óriási követelés, és még akkor is igencsak keveset fognak majd keresni. Hogyha azt nézzük, hogy akarják csökkenteni a gimnáziumi férőhelyszámokat, illetve a szakképzésben csökkentették a közismereti tantárgyaknak az óraszámát, ami a gyerekek életére eléggé súlyos kihatással lehet, hiszen az esélyeiket csökkenti a továbbtanulásban, nem beszélve az ezen a területen foglalkoztatottaknak majdani létszámáról, hát itt sem nagyon tudunk eltérni. A Pannon Power a korábbi évek gyakorlatát követve idén is felhasználja energetikai célra a városszerte kidobott karácsonyfákat. Az ünnep díszei így több mint 30 ezer otthon megújuló alapon előállított melegéhez járulnak hozzá. Ráadásul energetikai felhasználásuk a városnak is jelentős könnyebbséget jelent. Eddig már 30 tonnánál is több kiszolgált karácsonyfát szállítottak be a Biocom Kft. Munkatársai a Pannon Power pécsi erőművébe. A hulladék szolgáltató jelenleg is gyűjti a kidobott fákat a városban, így a teljes mennyiség várhatóan 35 tonna körül alakul majd, hasonlóan az előző években összegyűjtött mennyiséghez. Akik január végéig kérik, hogy bekerüljenek a köztartozásmentes adózói adatbázisba, azoknak nem kell kockázati biztosítékot fizetniük a március 1-je után élesben működő elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerben, ezt írja közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt illetékmentesen, kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a KOMA nyomtatványon kell kérni. A köztartozásmentes adózói adatbázis a NAV honlapján érhető el, és azon adózók főbb adatait tartalmazza. Aki még nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de a biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség további feltételeinek megfelel, január 31-ig benyújtott KOMA kérelme alapján 2015. február 10-től jelenik meg a nyilvántartásban. Jók, de nem kiválóak az idei borok, ezt mondják a szakemberek. 2014-ben a legtöbb gondot a hűvös időjárás és a gombabetegségek okozták. Rendkívül viszontagságos volt a tavalyi év a borászok szempontjából.
A szakemberek szerint a szőlő élésének nem kedvezett az időjárás, ugyanis a korai fajtákat még optimális érési állapotban tudták szüretelni, viszont később már problémákat okozott a szüret időpontjának kiválasztása, mivel a növény érési és egészségi állapota nehezen volt összeegyeztethető. A fehér boroknál a zamat anyagok egyszerűbbek, mint korábban, de összességében elég zamatosak, mondta Werner János. Sok esetben a termelőknek, gazdáknak javítani kellett a mustot, hiszen alacsonyabb érettségi állapotba került be a pincébe. Magasabb savtartalmúak mind a fehér, mind a vörös borok, tehát nem mondhatjuk, hogy harmonikusak lennének a borok. Mivel az egészségi állapot a fürtöknek nem volt minden esetben tökéletes, ezért plusz borkezelési eljárásokat is be kell iktatni, vagy speciális borkezelési eljárásokat. A fehér boroknál a zamat anyagok egyszerűbbek, mint korábban, de összességében elég zamatosak, mondta Werner János. A vörös boroknál a színanyag tartalom is elmaradt tavalyhoz képest. Mi sok fajtával dolgozunk, tehát próbáltuk a szüreti időszakot a korai érésű fajtákkal hát meggyorsítani, a korai érésű fajtáknak az időbeni szüretével, hiszen tudtuk, hogy a késő, tehát a középérésű, illetve a késő érésű fajtáknál már pont az egészségi állapotból kifolyólag gond lehet, és csúcs jelentkezik, ez így is volt, és legtöbb esetben válogatott, vagy sok esetben kényszer szüretet is kellett alkalmazni, tehát emiatt a termés mennyisége kevesebb lett, mint korábbi években. A szakemberek szerint az idei borok között kevés a kiváló minőségű, viszont ennek ellenére is egy viszonylag jó évjáratról lehet beszélni. Az Egyetem Földrajzi Intézet 1998 óta ítéli oda minden évben legrangosabb kitüntetését, a Prince Gyula díjat professzori és ifjúsági kategóriákban. Az elismerést ünnepélyes keretek között Páva Zsolt Pécs polgármestere adta át január 28-án szerdán. Senior kategóriában Erdősi Ferenc professzor, junior kategóriában pedig Sarkadi Noémi lett az idei jutalmazott. Mégis pályázhat Pécs a panel programra, csak nem a távfűtéses lakásokkal, ezt mondta Kővári János. Az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője szerint a munkálatokkal pedig a megyeszékhely vállalkozóit kellene megbízni, segítve ezzel a helyi gazdaság fellendítését. Az ÖPE a csütörtöki közgyűlésen településrészi testület létrehozását is javasolja. A mostani forma az azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselők időnként tartanak egy fogadóórát. A saját választókörzetemben ez még nem történt meg a választások óta. Tehát ezek nagyon esetleges jellegű fogadóórák, ahol 4-5 szerencsés ember be tud jutni egy fogadóórára, és a saját egyéni panaszát, gondját tudja esetleg közvetíteni a képviselő felé. Ez nyilván egészen mást jelent egy képviselőtestület esetében, ahol nem egyéni problémákkal fogják megkeresni a képviselőt, hanem egy közösségnek a gondjaival, problémáival. Lehet ez egy utcaközösség, lehet ez egy civil szervezet, lehet ez egy önkormányzati fenntartású intézmény, bármi más ebben az esetben. 14 sportszövetséggel kötött együttműködési megállapodást a Pécsi Tudományegyetem természettudományi kara. A közös munka eredményeként a kar hallgatói a jövőben a különféle szakosztályoknál láthatnak el feladatot. A kar dékánja szerint az együttműködés a fiatal generáció sporttal való összekötésében is kiemelt szerepet játszik. A verseny az Expo Centerben tavaly ilyenkor adott otthont az intézmény a Városi Tornadiák Olimpiának. Ezen a megmérettetésen 8 iskola fiú és lány tanulói mérték összetudásukat. A jövőben egy ilyen verseny lebonyolításában egyetemi hallgatók is segítkezhetnek. Erről írt alá együttműködési megállapodást a Pécsi Torna Egyesület vezetője és további 13 sportszövetség képviselője a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karával. Ami miatt ez különleges ünnep számunkra, az az, hogy eddig is történtek próbálkozások és kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy a hallgatóink a gyakorlatból szerezzenek tapasztalatot, és egy kicsit a munkavilágába úgy kerüljenek, hogy már magabiztossággal tudnak bizonyos részfeladatokat ellátni. Ezt mondta az együttműködésről az intézet igazgató helyettese. A kar dékánja pedig arról beszélt, hogy a jövőben kettős feladatot látnak el az együttműködésben. Egyrészt a jelenlegi kormányzat célkitűzéseinek megfelelően a sporttal
kapcsolatos összes dolgot támogassuk. Másrészt ezt kívánja a józanész. Hát, hogyha normális, egészséges nemzetet akarunk magunk körül látni, egészséges, jókedvű fiatalokat akarunk magunk körül látni, szépeket, most mondhatnánk, kicsit a fiatalság az mindig szépséget is jelent önmagában is, hát ha még tényleg ez egy megfelelő fizikai megjelenéssel is megvan állva. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy közös célunk kell, hogy legyen. Az együttműködésben Baranyán kívül Somogy és Tolna megyei sportszövetségek is részt vesznek. 32 ponttal verte a Peac a Pinket kedden, a meccs eleje azonban nem ezt a végeredményt sugallta, ugyanis már a 8. percben 21-11-re vezettek a vendégek. Ezután azonban feltámadt a Peac, és már a negyed végére 23-22-re vezettek. A folytatásban végig uralták a mérkőzést a hazaiak, végig nyerve mind a 4 negyedet. A végeredmény Peac Pécs Pink Pécsi 4-24, 86-58. Regionális hírekkel folytatjuk. Olcsóbb vén sem kell hozzá, és egy kattintással a miénk lehet. Ilyen rejtett módszerekkel hálózzák be a gyanútlan vásárlókat az interneten a gyógyszerhamisítók. A legveszélyesebbek a fogyókúrásszerek, a potencianövelők és a sürgősségi fogamzásgátlók. Ezek a készítmények akár súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A gyógyszerészek arra hívják fel a figyelmet, hogy egyáltalán ne rendeljünk a világhálóról orvosságot. Nem kell az orvosnál sorban állni és a vénre várni. Otthonról egy kattintással ma már szinte bármelyik gyógyszert megrendelhetjük az interneten. Sőt, olcsóbban juthatunk hozzá. De vajon megéri? Éppen erre, vagyis a pénztárcánkra és a hiszékenységünkre utaznak a gyógyszerhamisítók. Gyanúsan jó áron ismeretlen eredetű és hatóanyagú készítményeket árulnak a világhálón, amit látszólag nem veszünk észre. Az általunk megkérdezett kaposváriak is találkoztak már hamis termékekkel a világhálón. Már hallottam, hogy vannak ezek a fogyi tabletták, és valaki attól semmi hatása nem volt, hanem még meg is betegedett. Ilyen volt az egyik ismerősömnek a munkatársa. Nem olyan vitamint, ami éppen neki kellett, nem olyan volt a dobozban, stb. És akkor abból elég komoly komplikációk jöhetnek. A gyanútlan vásárlók nem is sejtik, mekkora veszélybe sodorhatják magukat. A legjobb esetben nincs semmilyen hatása a hamis készítményeknek, de nagy valószínűséggel ezek a termékek súlyos egészségkárosodást okozhatnak, mondja Győr Bíró László gyógyszerész. Ez a Viagra tabletta, ugye ennek az ára 22.460 forint. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett az interneten egy időben, csak ugye az interneten vásárolt ilyen készítmények nem ellenőrzöttek. Előfordulhat, hogy egy kékszínű laktóztablettát kap a beteg pár ezer forintért, de annak a hatása az gyakorlatilag zéró. Ugyanez a potencia növelő tabletta az interneten negyed ennyibe kerül, 6000 forintért már meg lehet vásárolni. Semmi esetre se vásároljunk interneten gyógyszert, hívják fel a figyelmet a gyógyszerészek. Ezt nehéz felismerni, mert eléggé pontosan megcsinálják a tablettákat. Valószínűleg ez egy komolyabb folyamat lenne. A gyógyszernek a hatóanyagát kellene analitikailag meghatározni, hogy mennyiségben és minőségben azt tartalmaz-e, ami elvárható, vagy ami a gyógyszerbe kell, hogy legyen. Ezt a beteg maga nem tudja megcsinálni. A patikákban lévő készítmények szigorú ellenőrzéseken mennek át, így hamis gyógyszerrel ott nem találkozhatunk, teszi hozzá Győr Bíró László. Kihallgatta a tanúkat a bíróság annak a szekszárdi férfinak az ügyében, aki kábítószer birtoklásért és terjesztésért van előzetes letartóztatásban. A tárgyaláson a vádlott fia is tanúvallomást tett. Fia jelenlétében is drogozott az a férfi, akit kábítószer és új pszichoaktív anyagok tartásával és eladásával vádol a bíróság. Erről maga a fia beszélt a tárgyaláson. Úgy tudta apjától, a fehér por egy legális serkentő és az internetről lehet rendelni. A fiú az interneten utána nézett a drogoknak, próbálta apját lebeszélni a használatukról sikertelenül. Egyik alkalommal még azt is végig kellett néznie, ahogy a vádlott a drogoktól rosszul lett és összeesett. Egy másik férfi ház körüli munkáért cserébe kapott drogot a vádlottól. Neki is azt mondta, hogy a szerek legálisak, a drogot együtt fogyasztották. Tudtam, hogy a szabadok, a fiatal pedig is használtam volna, mivel egyszerűen. A kábítószer terjesztéssel vádolt férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Másik három vádlottat is beidéztek a meghallgatásra, azonban ők nem jelentek meg. A tárgyalást márciusban folytatja a bíróság. Év végétől a magánszemélyek ingatlanjainál a katasztrófavédelem végezheti a kéményseprési munkákat, legalábbis ezt írja a kormány nemrégiben megjelent törvénytervezete. Egy szekszárdi kéményseprési közszolgáltatást végző cég igazgatóját kérdeztük meg az ügyben, aki azt mondta, ezzel munkájuk 90%-át veszítenék el. Tüzelőberendezések hatásfokát úgy számítjuk ki. Kéményseprőket oktat Huszár Tibor, a szekszárdi Kaminusz Kft. Igazgatója. A cég látja el majdnem egész Tolna megyében 72 ezer ingatlannál a kéményseprési közszolgáltatást. A tüzelő berendezések és a kémények ellenőrzése és tisztítása mellett ettől az évtől 4 új feladatot is kaptak, amiért viszont a rezsicsökkentésről szóló törvény miatt nem kérhetnek többet, mint a 2012-es díjak 90%-a. És ha mindez nem lenne elég, mondja Huszár Tibor, most az új törvénytervezet a katasztrófavédelem hatáskörébe tenni évvégétől feladatukat, úgyhogy nekik elvileg 2019-ig szóló ellátási szerződésük van a megyében. Ez nekünk azt jelenti, hogy a Kaminusz Tüzelés Technikai Kft. Tulajdonképpen a tevékenységének 90%-át elveszíti, tehát létszámlaépítése nagyon-nagyon eséllyel végelszámolásra, felszámolásra fog kerülni. Az új törvénytervezet szerint a magánszemélyek ingatlanjainál ezután a katasztrófavédelem végezni a szolgáltatást ingyen. A megmaradó intézményeknél, gazdálkodó szervezeteknél pedig továbbra is a kéményseprőipari szolgáltatók dolgozhatnának, ám ez a szekszárdi cég tekintetében a megrendelők mindössze 10%-át teszi ki. Huszár Tibor szerint a katasztrófavédelem erre a feladatra még nem készült fel. A munkaerőpiacon pillanatnyilag kéményseprők nem fognak találni. Tehát kéményseprők mindenképpen kell, hogy alkalmazzanak, mert azért a jogszabályi előírás ezer része, hogy szakmunkás végezheti a tevékenységet, az nem fog változni. Tehát a jogszabály őket is valószínűleg kötelezi erre, tehát kénytelenek lesznek fölvenni. Mi meg nyilván kell, hogy bocsássuk a fölösleges embereket, tehát itt egy munkaerőpiacon egy kaotikus helyzet fog kialakulni. Az ügyben kerestük a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, ők azonban azt mondták, még nem tudnak érdemi információval szolgálni. A belügyminisztérium által készített törvénytervezetet egyébként január 29-ig lehet véleményezni. Tudtán kívül lett embercsempész abból a fiatalból, aki a telekocsi szolgáltatás keretében szállított 3 személyt Németországba. Miután egy igazoltatás során kiderült, hogy az utasok nem tudnak semmilyen okmányt felmutatni, az autóvezetője 56 napot töltött a passzaui börtönben. Lefoglalták az autóját, összesen 500 000 forintjába került ez a kaland. Az ilyen esetek elkerülésére hívja fel a figyelmet az ORFK és a Magyar Autóklub. Sok esetben megtévesztik a jóhiszemű sofőröket olyan Magyarországon illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok, akik a telekocsi szolgáltatással akarnak Nyugat-Európába jutni. Ennek elkerülésére hívja fel a figyelmet az országos rendőrfőkapitányság. Azt javasoljuk, hogy aki ilyen útra vállalkozik, figyeljen, és ha olyan esettel találkozik, hogy az utasok helyett más fizet, és az a személy nem tart velük, hogy az utasoknak nincs konkrét úti célja, és nagyon nagy csomagokkal mennek útnak, akkor érdemes megkérdezni például őket, hogy van-e érvényes úti okmányuk, és ha gyanús jelet tapasztalunk, akkor azonnal értesítsük a rendőrséget. A sofőröknek, illetve az utasoknak több szempontot is figyelembe kell venniük, mielőtt útnak indulnak, mondja Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogásza. Hogyha van egy utasa, és ő esetleg önhibás balesetet okoz, és az utasa megsérül, akkor az utas sérülése folytán ő akár egy közlekedési büntetőügynek a vádlottjává válhat, mikorha egyedül ül a kocsiban, akkor legfeljebb a saját sérülését kockáztatja. Ezek ellenére sokan igénybe veszik a telekocsi szolgáltatásokat. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert olcsóbb és megbízható. Tehát nem rossz, én mentem Budapestre, különböző helyekre, akár külföldre is, és csak jó tapasztalatom van, és a csomagokat könnyebb vinni, tehát nem vagyok időhöz kötve, tehát én maximálisan ezt jó dolognak tartom. Olyanok is akadnak, akik ugyan még nem utaztak így, de nem zárkóznak el az ötlettől. Gondolkoztunk már rajta párommal, hogy egyszer így kimenjünk mondjuk Bécsbe, meg van ismerősünk is, akinek vannak jó tapasztalatai, aki kint dolgozik, és így jár haza, vagy így jár vissza dolgozni. Szerintem egy jó dolog, hogy ugye az utasoknak is olcsóbb, egyszerűbb, illetve aki viszi, ő nekik is azért segítség.
A hirdetéseket feladó gépjárművezetőknek fontos tudni, hogy amennyiben a szolgáltatással kereskedik, és az üzemanyagköltséget meghaladóan fogad el pénzt az utasoktól, akkor adócsalást követel, s persze az első példánkból kiindulva nem árt megnézni, hogy kit engedünk be az autónkba. Híradónk végén mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Összeférhetetlenségi indítvány, csütörtökön tárgyalják a pécsi képviselő ügyét. Sztrájk vagy megegyezés, nincs már mit engedni a pedagógusoknak. Jó, de nem kiváló, zamatosak az idei borok. Közös munka a sportért, 14 sportszövetséggel kötött együttműködési megállapodást a PTE-TTK. Csütörtökön már délelőtt beborul az ég, napközben csak kevés, éjszaka viszont mérsékelt mennyiségű havas eső hó hullik, megélénkül a déli szél. A jellemző hőmérséklet megyei átlaga csütörtök reggel -4, kora délután +1 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, viszontlátásra!